No. Az lesz, hogy kicsit a lakátjainkat. Tarkójából is kevenság alok rá. Ennyi. Na, mennyi gondolom, hogy a kerítés az Olikának szerintem, menjünk körbe. Szabad a nevét. Hát de... Talán egy rendőrt kéne hívni és igazoltatni az úriembert, hogy ugye másnak a magántulajdonát tönkretette. Mondjuk róla még az O1-es kitűzőt nem próbálták meg leszedni, de mindenhonnét máshonnét leszedik. Az öreg Prodiasszony. Prodiasszony. Lehet hallani a fideszes Vén Komcsinak a hozzászólását. Tehát ott egy Prodiasszony. Ugye? Ezt mondta. És jön a többi. Ha lendületesen megyek fele, fölmegy a dobájára. Tehát hallottátok a fideszes úriember a tiltakozó hölgyet, ugye Prodiasszonynak nevezte, ezt ugye mindenki hallotta. Azt is ugye láttátok, hogy a fidesznyik csicska, az O1-s A4-es lapokat, hogy szaggatta. Mondjuk én a DK-s politikus helyébe rendőrt hívtam volna, és intézkedést kértem volna, igazoltattam volna fidesznyiket. És egy kicsit sietősen el ne késsenek a nagy általános segnyolási szeánszról. Az előbb nem tudom egyébként, hogy miért szakadtam meg, de sikerült. Vége kell, hogy legyen, mert ilyen nincs, hogy Európai Unióban csak egy ország az, amelyik szembe megy, és itt semmi nem jó ezeknek. Ez egy, az Erdogán meg a Putyin. Remélem, hogy holnap az amerikai külügyminiszter helyre rakja. Pontos eltárs jött. Igen. Ez ki volt egyébként? Martonyi. Az a volt, az meg még jobb volt a Martonyi. Az a külügyminiszter volt, nem? Nem az. Nem elegem tüntetnek, az a baj. Kedves Bence, tényleg addig provokálsz, még fogom, aztán lehúznak az oldalról. Nem én provokálom. Nem. Ide beszélek a kommentbe. De jó.
Köszi! Így félnek, hogy nem engedik be a gyerek. No, tehát ott lehet látni a... Gyáva népnek nincs hazája. Ezt kimondta, hogy gyáva népnek nincs hazája. Van egy, azt hiszem, Petőfinek. A végén még Gruevski is be fog futni. Ugye az újságírók folyamatosan próbálkoznak megszólítani a fideszeseket, de hát... Gyerekek, én inkább csak így hallgatok és mutatom ezt a rongyázást. Hát tudjátok, gyerekek, itt kéne, hogy zúgjon és zengjen az, hogy Orbánt akar, hogy és vidd az összes haverod, mert bizony még egyelőre bőven itt vannak. És ugye mindent elmond erről az országról az, hogy az az egyetlen egy hölgy ott az, aki tiltakozik úgymond az Orbán rezsim ellen. Kordonon túl magányosan ott áll. És ugye javarészt ugye újságírók azok, akik itt szaladgálnak föls alá. Némelyik még a ládára is felszáll. Turisták változatlanul nem tudják, hogy merre, hogyan. Megy a segnyalás, az urambátyám, a meghajlásos készfogások. És mindjárt kezdetét veszi az általános szeánsz, ahol mindenki letérdel és melegszalig. Most jött meg Pintér Sanya. Mit szól ez a kerítéshez, ami itt van a rendezvény? És ugye a felirat szaggató. Őrzünk és védünk emberke. Hát...
Jaj, most valami nagyon fontos ember fog jönni. Nem csak DK-sok vannak, egy darab DK-s volt, ez pontosítok a... Hoppá, egy másodperc pillanat. Kesztyűt igazítok. Közben azért elmondom, hogy ezek az autók is a ti pénzetökből vannak vásárolva, tehát azért az nem maradjon ki, hogy ez itt mind-mind az adófizetők pénzéből ez a nagy flancolás. Talán még a hölgyfodrásza is az adófizetők pénzéből van, sőt biztos, meg is fordult, na náhogy megfordult. Ugyanis őket mi tartjuk el. De elmondanám azért nektek, gyerekek, hogy a hölgyön kívül, aki ott egyedül demonstrál, rajtam van egyedül U1G-s kitűző, meg a DK-s próbálkozás az előbb, ami volt, ennyi. Gondolom a számlát, amit a taxi adott, azt is mi fizetjük, tehát ez teljesen nyilvánvaló. És megint jönnek, és megint jönnek. Ugye most a számla jön, amit megkaptak a taxistól. És nyugodj meg, kedves adófizető, te fogod ezt is fizetni, mint mindent. Tehát azt a szép kis fekete lepelt, a kordonzárat, a Waltonnak az embereit, a rendőrségnek az embereit, mind te fizeted. Tehát egy másodpercig se essünk kétségbe. Tehát így néz ki egy bátor utcai harcosnak az évértékelője. És a bátor utcai harcos évértékelőjére siető emberek. Hát én úgy gondolom, ma nagyon tiszta lesz Orbán Viktornak a feneke. Nos, én úgy gondolom, hogy ha én egy ellenzéki pártot vezetnék, akkor itt lennék. Úgy gondolom, akkor itt demonstrálnék ezen a helyen. Megoldanám, hogy itt legyek. Itt, és itt kéne, hogy zúgjon, itt végig, a kordonon kívül, ahol meg lehet állni, vagy akár ott azon a részem.
Itt kéne, hogy zúgjon az, hogy Orbán takarodj. Nos, nekem erről ez a véleményem. Tehát ez a ronyrázás, ez mind a te pénzedből. Nem? Na hát végre egy fideszes is egyetértett, hogy a ronyrázás a te pénzedből van. Ez egy pozitív dolog volt. És tudjátok, ebben az a jó, hogy megvannak az arcok, tudjuk, hogy kik támogatták ezt a rezsimet. Mondjuk számomra mókás egy csomó minden, kicsit följebb is megyek. Hello. Hello! Egy fiatal ember van itt. Takard ki a nemeket, légy szíven. Jaj, oké. A távolabbról mutatom, és akkor így. Tehát akkor így mutatom, hogy csak így. Még senki nem. Tehát egy fiatal ember áll itt, csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez. Gyűjti az aláírást, próbálja az érkező fideszeseket úgymond meggyőzni. Állampolgárokat, hogy írják alá a csatlakozást az Európai Ügyészséghez, de eddig még senki nem döntött úgy, hogy csatlakoznunk kéne az Európai Ügyészséghez, legalábbis a részükről. Egy aláírást esetleg az Európai Ügyészség. Nem baj. Lesz majd az, hogy sírni fogunk emiatt. Nem kell. De kell. Holnap volt egy aláírás az Európai Ügyészségért. Egy aláírás az Európai Ügyészségért. Európai Ügyészségért egy aláírás, valaki, jó napot kívánok! Csúcs vagy! Lehet, hogy pénzt kéne gyűjteni, egyszerűbb lenne. De hát, ami már átjutottunk, tehát ami már megvolt, az ugye egy DK-s politikus próbált O1-G-s A4-es lapokat kihelyezni, de ezeket gyorsan leszaggatták. Aztán hát jöttek különböző fideszes politikusok. Európai Ügyészség egy aláírás. Jó napot kívánok! Európai Ügyészség egy aláírás. Európai Ügyészség egy aláírás. Európai
csinálok. Európai ügyészségre egy aláírás. Tehát a fiatal ember, akit most így mutatok, tényleg hatalmas nagy poén, hogy az európai ügyészség legitimitásáért ugye a hatházék által kezdeményezett aláírásgyűjtő ívet kihozta ide, és itt próbál aláírás gyűjteni. Nagyon jó látni az arcokat, hát vagyis jó. Tehát tudni fogjuk, hogy kik azok, akik. Nem, ki fenyeget? Itt... Na hát, változatlanul élőben innét a Várkert bazár, bezárbazár, igen, bejáratától. Hát nem tudom, nekem egyfolytában a Hobónak a vadászat című lemeze jár a fejembe. És itt van a hölgy, akire az egyik fideszes potentát megjegyezte őre, hogy íme egy proli, tehát... Nem baj. Nem baj, én is úgy gondolom, hogy nem baj. Ha tudná, hogy hol dolgoztam, akkor nem mondaná ilyet ez a fideszesek. Akkor kívánok, hogy aláírás, hogy nagyobb ügyészséget. Meglepődne, igencsak. Benne van a táblában. Na, beszélgethetünk, élőben vagyunk. Tetszik vállalni? Most sem nincs. Nem? Jó, oké. Akkor nem beszélgetünk. Megígértem, hogy nem beszélgetünk. Oké. Ráközelítek egy emberre, aki most éppen háttal van. Na, ő volt az, aki szaggatta le folyamatosan a O1G A4-es lapokat a sárga, valószínűleg valamilyen igazolványtartóval a nyakába. Nos, hát úgy látszik, ide már mindenki megjött, aki számít. Hát akkor én földszaplatok a várba, gyerekek. És akkor a várból fogok bejelentkezni, mert szerintem már ide minden olyan emberke megjött, aki már összerabolta az összerabolni valót. Köszönöm, hogy nem egy hajó be. Bont. Jó kívánok!
helyet az Európai Ügyészség. Jaj, köszönöm szépen. Hány ember írta alá? Ma van, mennyi aláírta? Egy sem volt, aki aláírta. Mennyire kell lenni? Majd kidobják meg a törvénylavaslatokat, mert 2000-es a törvénylavaslatokat. Hogy gyűlik a tömeg? Forró piszkavasat kell, mint régen a jobb ágynak odaadták, hogyha el tudta vinni egy darabig, nem úgy volt. És ha nem égette meg, akkor igazad meg. Talán szintvillanos valami. A Viktor. Vagyom szinten a Viktor, lehet, hogy Viktor van a lelőbb az. No, gyerekek, azt hiszem én lassan elköszönök innét a Várkert bazárhoz, aztán sétálok fölfele a várba. Mennyire van a tévén? Nem felül ki anya vagy, addig lehet. Jó. Egy görcs elkapott. Mondjuk azért az tényleg érdekes, hogy itt van rajtam az O1G kitűző, rólam senki nem szedte le. Sőt, általában címlap fotó leszek valahol. Most hát itt az a nagy kérdés, hogy erre szerintem föl tudok-e jutni a várba, de szerintem föl tudok jutni. Mindjárt megérdeklődöm. És akkor gyerekek, hát innét a Várkert bazártól búcsúzom. Jövök vissza a nem sokára élővel a várból. Aztán utána újra a Lánchíd. Remélem élveztétek, én roppant mód élveztem, jókat derültem. Még egy utolsó befutó. És jönnek még a dámák egy kicsit megkésve. No, látom egyre kevesebben vagytok. Legközelebb a várból jelentkezem. Sziasztok! Várjatok, mutatok még egy ilyet, így ebben búcsúzom. Valahogy gyönyörű szép képpel. Legyetek jók!